Csácsumi csőtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Apátok megérkezett egy kis kukorica betakarítással, takarmány formában, és bocsánat a clickbaites címért, de hogyha nem láttál egy részt se ebből a sorozatból, akkor ezt látnod kell, hogy megmutathassam neked, hogy milyen szinten innovatív és mennyire fejlett ez a játék, gyerekek. Igen. Vágjunk bele, én már egy kicsit így el vagyok spoilerezve, tudom, hogy mi fog történni, de maradj velem, légy szíves, és nézd meg, és ez tényleg nem azért, hogy ennek a videónak nézettséget csináljak, csak szeretném ezt a játékot megmutatni, szeretném ezt a játékot minél több embernek megmutatni, aki például farming szimulátorral játszik, hogy van ilyen is, hogy így is lehet csinálni a farmingot. Na! A gabona betakarításával ellentétben a takarmány betakarításakor a termény nem kerül a tartályba, ehelyett közvetlenül a takarmánykombányból teszik át a pótkocsire. Ez azt jelenti, hogy az utánfutónak mindig a betakarítógép mögött vagy mellett kell haladnia. Ezért gyakran használnak két vagy több a folyamat során egymást váltó szállítót. Ebben az oktatóanyagban egy kis mezőn fogunk betakarítást végezni, majd kirakodni a pótkocsik tartalmát egy bunkersilóba. Nagyon jó. Egyébként maga a folyamat is egy nagyon izgalmas, én nagyon szeretem ezt. Jó, itt van ugye a 960 Class Jaguarunk, ami böszme jól néz ki. Mindjárt, gyerekek, nem akarok, ülj be a Class Jaguar 960-ba, igen. Nem akarok nagyon pörögni, de én nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot, és olyan dolgok fognak itt történni, amitől el fogtok ámulni. Kutya, menj innen, ne dudálni a kutyának, meg az egyik legjobb dolog. Jó, indítsuk el a gépet, és várjatok, nézzük meg a kezelőszerveket, mert mondta egy nézőm, hogy léci, nézzem meg a monitorokra is nézzek rá, meg minden, mert ő nagyon kíváncsi. Egyébként mondtátok, hogy tudok zoomolni, rá tudok zoomolni a monitorokra izével, az egérgörgővel, ez is mennyire király. Istenem, de nagyon tetszik ez a dolog. És így be is tudod állítani magadnak, hogy mondjuk te így akarsz kilátni inkább, vagy így, érted? Nem kell ülés pozícióval szarakodni. Hú, azért így hátra zoomolva egy kicsit ilyen nagyon fura. Így nekem ez tetszik. Na nézzük meg, miket lehet itt mutatni. Ajtó, becsukás, kinyitás, rögzítőfék, négy kerék meghajtás, ezen is van összkerekes ez a kotla. Mi ez? Csőkamera. Igen, a kombájnál is mondtátok, hogy az egyik a hátsó kamera volt, a másik a csőkamera. Tükörbeállítás természetesen, már ez is egyébként megér egy misért, nem? Fú, ez mekkora királyság. Ajtókinyitás. Hoppá, itt vannak dolgok. Vízvillogó, első munkalámpa, menetfény, megkülönböztető jelzés. Ja, a monitoron nem lehet semmit itt most egyelőre működni. Jó, menjünk gyerekek szerintem. Oké, vágjunk bele, csináljuk, amit akar a küldetés. Egyébként annyit elmondanék, hogy kihagytam a videóból, tehát én megcsináltam, viszont kihagytam kettő darab dolgot. A trágyázással kapcsolatban nem vettem fel azt, hogy annyi történik, hogy folyékony trágyát az fel tudsz venni a szennyvíztisztító telepről is. Tehát majdnem ugyanaz, azért nem akartam külön videót róla csinálni, csak annyi, hogy máshol veszed fel, meg más az összetétele, de szennyvíztisztító telepről ilyen mellékterméket fel tudsz venni, ami nagyon híg, viszont lehet, hogy néha pont az kell is, de viszont azt hiszem, hogy nagyon olcsó, azt írta a tutoriál. A másik az meg az volt, hogy olyan szerelvény, ami egyből vet, meg egyből műtrágyáz, ez a dolog, ez a kettő dolog így nem lett felvéve, de tényleg azért nem lett felvéve, mert gyakorlatilag szinte ugyanaz volt. Nem akartam egy ilyen monotonitásba fulladjon ez a sorozat. Inkább... Jó, ez is nagyon imádom ezeket a gépeket, gyerekek. Na, hajtsa 14-es mezőre! Kutya! Kutyának durálni ebbe a játékba rohadt jó. Igen, és olyan dolog fog történni, amit el fogtok ából, én biztos vagyok benne. Nem hiszitek el. Én amikor először megláttam, én Bundi haveromnál láttam meg. Ő is csinál róla videókat, vagyis csinálta erről a folyamatról, mert szerintem ő is le volt nyűgözve, leginkább azért. Na ugye le kell engedni, oké. Okay. És ki kell nyitni a kukorica adaptert. Jó. A vágóasztal lapja a növényt a talaj felett 10 cm körül vágják, majd hátrafele zúzva befele mozgatják a takarmánykombány adalgolójához. Ezek is tök jók, ezek az adalékok, hogy ilyeneket így megtudsz. Igen, várd meg a szállítót, és itt van gyerekek az a dolog, amitől én dobtam egy hátast, hogy a felvett munkás, az konkrétan mivel ki tudod osztani ilyen feladatokra, nézd oda! Hát jön, és mondjuk, hogyha gondolom így úgy működik, hogyha beosztod majd, ugye free playbe, vagy pedig karriermódba, hogy neked mit
mit csináljon, akkor itt segít. Segít, van egy munkás, aki segít. Nem csak annyi, hogy hát nyomsz, vagy pedig követésmódod, vagy ilyesmit. És ránk dudált, ő dudált ránk egyébként, hogy már menjünk. Ahhoz, hogy elegendő helyet biztosíts a takarmánykombájnak és az utánfutónak, a gabona csépléséhez hasonló módon először egy fordulót alakítunk ki, ezután hosszában haladunk, fel és le a szántóföldön. A pótkocsi mögötted halad, amikor az első fordulót teszed meg, ezt követően pedig melletted, ahol csak lehetséges. Értitek? Hogy konkrétan tényleg kihasználja a helyet? Tehát, hogy amikor még nincs hely neki, akkor mögötted megy, amikor meg ugye már van hely, akkor meg mellette. Gyerekek, én nem tudom, le vagy annyira, ez is annyira legyűgözött, hogy azt nem hiszem el. Na, menjünk gyerekek, annyi, hogy lehet, hogy egy kicsit nedves a talaj, nehogy elakadjunk. És igen, itt dudálgat, hogy már menjek, hogy ő megérkezett. Itt le, hogyha leafkolod addig, amíg ő ide kiér, akkor jelez, hogy hát menjünk már, mert csinálni akarom, dolgozni akarok. És nem egy kijelölt vonalon halad. Nem. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem egy kijelölt vonalon halad, hanem van mesterséges intelligenciája, mert hogyha össze-vissza csinálsz mindent, ő próbál vele valamit kezdeni, hogy te mi a francot akarsz csinálni, és az szerintem nagyon jó. Na várjál. Igen. Igen, meg fel kell emelni. Oké. Okay. Rendben. Jó, és akkor adja, hogy visszakére tolattunk ide, testvérem. Itt én megyek, jó? Oké? Okay? Úgyhogy így gondolkozz el. Itt fogunk menni. Most külső nézetben szándékosabb bocs gyerekek azért, hogy akarom látni, hogy mit csinál a csávó. Figyeld! Jön mind az őrült, csak az a baj, hogy nem tudok mindenfele figyelni. Hát gyerekek! Hát komolyan mondom, hát menjen a francba! Ez a játék, hát... Ez nekem annyira bejön, hogy így meg van csinálva. Várjál! Nem emeltem fel, meg nem engedtem le, úgyhogy az a baj, hogy most itt belekeveredett ő a tutoriálba. Nem azt csináltam, amit én nekem köllöd volna. Egyébként egyhén csúszik jobbra a gép, húzza ugye a súly. És ugye mivel egyelőre nem tud mellénk jönni, mivel ugye lehet itt kerítés, vagy akármi, vagy egyszerűen nem az ő, itt egy föld van mellettünk. Tehát ő nyilván mögöttünk fog haladni az első soron. És nagyon kíváncsi vagyok, akkor mi történik, ha megtelik? Meg tényleg mellénk fog érni a következő, amikor lesz neki hely. Úgyhogy, fú, ezt mondtam, hogy ezt látnotok kell, hogy mennyire jól kidolgozták a mesterséges intelligenciát. És a végén majd csinálunk egy olyat, hogy megpróbáljuk megmondítani, gyerekek. Oké, okay, végeztünk. Tolass vissza a pontig, igen, nyilván. Ugye, mivel ezért dűlözzünk. Engedd le, ja, mert én meg föl sem emeltem. Jó, oké. Okay. Végez a betakarítással a harmadik soron. Jó. És nézzétek, szépen fordul, érted? És tök jó, figyelj, vár. Nekem nagyon tetszik. És tényleg nem egy vonalon mozog. Nem az, hogy most leköveti a te mozgásodat, mit tudom én, mint egy follow módban, hanem tényleg ő gondolkozik, úgymond, próbál idomulni ahhoz, hogy éppen te mit csinálsz. De azt meg fogjátok látni, mert meg fogjuk próbálni megkavarni. És itt azért ugye vár, mert tudja, hogy te el akarsz fordulni. Oké. Okay. Igen, ez a harmadik soron. Jó, megyek kispár ezerrel. Egy kicsit megrugattuk a Verdát, gyerekek. Oké. Okay. Gyere, Tibi. Komolyan mondom, munkások, ja, és van nekik nevük, ugye? És rendesen vannak bérigényeik, vannak tapasztalati pontjaik a munkásoknak, attól függően dolgoznak jól, vagy rosszul, vagy gyorsan, vagy pedig kezelik a gépeket megfelelőképpen. Ez is nekem ez is egy nagy, tök jó rész, meg oda szórja be hátra, rohadt jó, nem, meg van csinálva, gyerekek. Imádom, gyönyörű. Várjatok, ha ízre csőkamerát azt azért meg kéne nézni. Ha már egyszer itt vagyunk, igen, ott a mögöttünk a kombány, szépen. Várjál, jó, és itt el kell fordulni? Aha. Hát ugye úgy akarja, hogy forduljak el. Jó. És elvileg a következő soron mellőnk fog állni. De tényleg egy kicsit majd megpróbáljuk megzavarítani is. Megpróbáljuk feladni neki a leckét, hogyha én teljesen ilyen random dolgokat fogok csinálni. Tehát nem tervszerűen fogom maradni, akkor is tud-e valamit kezdeni vele. És ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy ott fog kiderülni, hogy milyen a mesterséges intelligencia. Mert itt még valószínűleg be van táplálva neki, hogy jó, itt még kövesd a kombányt, aztán majd valami legyen. Na oké, okay, igen. Rendben, várjál.
Ha bármikor meg akarod állítani a portkocsit, akkor ezt megteheted a gyors menü vagy a radiális menü két funkciójával. Az első funkció szünetelteti a munkerést, ezután leállítva marad, amíg nem használod a másik funkciót. Megjegyzés, csak akkor szünetelteheted az alkalmazott tevékenységét, ha ő is kint van a mezőn. A szünet különösen hasznos lehet, ha több helyre van szükséged a fordulóhoz, vagy pozíciót akarsz változtatni. A szüneteltetés és a folytatás csak azokra a szállítókra vonatkozik, amelyek jelenleg a szállítóföldön vannak. A szállító is csak akkor próbál követni, ha csak meg nem állítod, amikor valóban zajlik a betakarítás. Ezzel elkerülhető, hogy az utadban álljon. Miközben megfordulsz, vagy ha a szállító bármikor megáll anélkül, hogy megállítanád, egyszerűen csak készül fel a következő sor betakarításához. Tehát arról van szó, hogy te tudod manuálisan megállítani a szállítót, tehát a traktorost. Tudsz neki szólni, hogy most állj meg, mert én pozíciót váltok, bármi. Viszont, hogyha nem betakarítok, akkor ő tudja. Tehát nem fog követni össze-vissza a mezőn, tehát amikor én pozíciót váltok, ő amúgy is tudja, hogy nem kell követnie, csak a betakarításhoz kell felkészülnie. Úgyhogy ez is rohadt jó. Na, nyisd meg a radiálment. Hát azt megpróbáljuk egyébként, csinálunk egy olyat, hogy ugye meg tudjuk állítani, be tudjuk zárni. Fordulj a vertikális sorra. Jó. Most, hogy elkészült a forduló, megkezdjük a munkát a szánton. Ehhez fordulj meg 180 fokkal. Ha egynél több portkocsi van, és ha a mezőn nagyobb, akkor hasznos lehet egynél több sorhoz kialakítani a fordulót. Vagy a szállítóknak elegendő terület álljon rendelkezésre a betakarításhoz. Ugye több munkást is ki tudsz rendelni magad mellé. És akkor ugye úgy működnek, hogy szépen hordják váltva. Tehát nem kell várnod, hogy a második munkás az... nem kell várnod, hogy visszaérjen egy darab munkásod. Úgyhogy ez... Hát nem tudom, gyerekek, van olyan, hogy ez ennél jobban meg tudja valaki valósítani a dolgot? Na, nyisd meg a radiál menüt, és ugye most akkor kell csinálnunk egy olyat, hogy elindíthatjuk a munkást. Gyere testvérem! Ja, és akkor így... Már erre kíváncsi lesz. Hova fog állni? Mit fog csinálni? Most ide álltál, testvérem? Jó lesz ez nekünk? Gondold meg. Ő úgy gondolja, hogy jó. Na, erre kíváncsi leszek. Oké, folytasd a betakarítást. Na, gyerekek! Mit fogsz csinálni, barátom? Ó, már szedi is alá, öcsém! Oda nézzél! Jaj, nem tudok betelni vele. És ugye, ha most már van neki helye, emiatt ő úgy gondolja, hogy akkor figyelj, testvérem, akkor én melletted megyek. Nem, egyszerűen nagyon durva. Ez most direkt tizé, ugye, megpróbáljuk megszivatni, gyerekek, ne! Inkább csináljuk, ezt majd megszivatjuk. Úgyis még lehet rá lehetőség, hogy megtapasztaljuk ezt a dolgot. Mert kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogyha elviszi. Folytasd a betakarítást, szállító meg nem telik. Ugye lehet, hogy akkor meg kell várnunk a szállítót, vagy mi lesz? Ez is nagyon érdekes. De mennyire király gyerekek? Na most nem fogom megállítani a sorfordulókor, kíváncsi vagyok, hogy belekeveredik-e. Sőt, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy én át fogok menni a másik oldalra. Figyeljetek, és már ugye tudja, hogy itt ki fogok érni, tehát el fogja eddig lőni. Aha. Na srác, most ezt egy kicsit megszivatjuk. Ez tesóm. És ilyenkor mi lesz? És ilyenkor... Figyeld! Rájött, hogy ő nem azt akarom, amit ő gondolt. Figyeld! És benn fogsz menni a kukoricába? Ez igen? Ez komolyan? Öcsém, nem kéne benn menni a kukoricába, hát letiprod, nem? Akkor gyerekek, akkor hol van a mester? Mi az, hogy mesterséges intelligencia? Hát, na akkor erre varjatok gombot, írjatok már egy kommentet, tényleg, passzus! Aha, itt írja, hogy mielőtt a szállító megtelik, világítani kezd rajta egy jelzőfény, ami mutatja, hogy hamarosan el fogja hagyni a szántót. Hallod? És tudja, hogy kívülre kell állnia, hogy melléd kell állnia, megvárja, hova állsz, hol kezdesz el aratni, de még bele se kezdesz az aratásba, már tudja, és jön, mint az őrült. Igen, látom, haver. Jó, látom, hogy mindjárt megtesz. Dudálgas. Dudál, meg izél, meg villogtat, ugye, hogy már mindjárt megvan, meg fogta elérni, úgyhogy aha. Most pedig a portkocsi megtett, és elhagyja a mezőt. Kirakja a rakományát a farm silóban, ezután visszatér a szántóföldre, és ismét követni kezd.
Így, folytathatod a takarmány betakarítását. Ez eltarthat egy darabig, több szállító is használható a várakozási idő csökkentése érdekében. Azt jelenti, hogy egy második pótkocsira pakolhatsz, miközben elsőről éppen lepakolhat. Minél hosszabb az út a silóig, annál több szállítóra lesz szükség. A folyamat elővető megismeréséhez ebben a bemutatóban egy szállító szerepel. Nézz utána az oktatóanyagokba, az alkalmazottakba. De halljátok, ez mekkora, hogy kimegy, lepakol a silóba. Lepakol a silóba, és ezt most innen távolról én itt nagyon fogom sasolni. Értitek? Hogy ki bazzek tudja, hogy hol van. Kimegy, lepakol. Nem az, hogy itt a földön is még jól követ, és tényleg nem az van, hogy dróton van vezetve, hanem mesterséges intelligencia csinálja. És kimegy, és figyelj, ott csinálja, oda. Nem tudom, hogy egyébként ez le is fog pakolni. Ott van bazzek, pakol le. Nem hiszed el, most nyitja ki az ajtót, és figyeld. És olyan mindjárt kinyitott az ajtót, ott a távolban, ne arra ugyatok, nem tudok jobban rázumolni így. És fogja, mindjárt kijönti oda, a silóba. És ugye egyre nagyobb lesz, gondolom, egy idő után így megy át rajt meg minden. Ahogy basz, ahogy kell. Megvárom, komolyan megvárom, megvárom. Várd meg a szállítót, hisz úgyis azt írja. És oda kiöntözi. Most erre léci, egy kommentet ír, a Farming Simulator fan vagy, hogyha tetszik ez a játék, mindegy, léci, ír egy kommentet, hogy mit gondolsz erről a mechanikára, hogy ez mennyire innovatív, mennyire rohadt jól meg van csinálva. Így tényleg tudsz úgy is gazdálkodni, hogy valamilyen szinten single playerbe is tök jól, nem? És azért megirigyelhetné nagyon sok nagyon sok player basszus ezt az intelligenciát, amit levág itt ez a traktoros. És ugye ez, most itt van ezen a földön, itt vagyunk ezen a földön. Ezt itt csináljuk, jó, itt van közel ez mi ez, ez a bunkersiló. De ezt akárhol csinálhatod, akkor is fogja szállítani a szállító, akkor is lerakja a bunkersilóba, akkor is dudál, akkor is csinálja a dolgokat. Tehát ennek ki van építve egy nagyon jó algoritmus, hogy működik, hogy mit, mikor csináljon. Ezt tudom, hogy ez nem egy nagy megfejtés, hogy most mesterséges intelligenciát írtak egy traktoroshoz, de akkor is rohadt jól meg van csinálva. Na, a szállító visszatért a mezőre, és újra a kombányhoz szajt. Így folytatható a betakarítás. Most befejezheted a szállas takarmány betakarítását, vagy kihagyhatod ezt a lépést, és itt lezárhatod ezt a bemutatót, gyerekek. Én nem tudom kihagyni, mert most figyelj, mi lesz akkor, ha bemegyünk középre? Bár azért nagyon-nagyon hülyének kell lenni, hogy bemész középre. De megpróbálunk adni olyat, hogyha középen akarok én bemenni. Akkor mit csinál a szerencsétlen? Mondjuk az tényleg egy nagyon nagy ordvel hülyeség, és hogyha ezzel nem tud mit kezdeni, akkor nincs gond. És az a durva, figyeljetek, hogy látja, hogy kiérsz, és megáll. Mert mi a tökömnek zavarjon, érted? Na most figyelj, most testvérem, most ez talált ki, hogy mit csinálnod. És az a durva, hogy addig vár, hogy ő figyeli. Hogy neked, te mit szeretnél csinálni? És akkor így, na öcsém, most ezzel mit kezdesz? Oda néz, és látja, hogy ez a hülye be fog menni a közepébe, hát nézzük, meg mit tudok ebből kihozni. Erre kíváncsi vagyok, ez szerintem le fogja tiporni. Nem tudom elhinni. Nem tiporja le. Hanem bemegy mögénk, mert látja, hogy ez a hülye középen akar végigmenni a mezőn. Mi ez? Mi ez, ha nem zseniális? Mi ez, ha nem zseniális, gyerekek? Mi ez? És mit lehet erre mondani? Hát írjatok már valamit, mert egyszerűen ezt nem tudom. Nem tudom elképzelni. Rohadt jó. Tudom, nem a legnagyobb izi dolog. Volt mesterséges intelligencia, van. De hát... És ez tök jó egyébként, figyeld. Nekem az nagyon tetszik, hogy megvárja. És ez nagyon jó dolog, hogy nem csak hogy jön utánad, mint a bolond. Hanem... te úgy gondolod, hogy nem állsz neki. Hát igen, itt gondolja, mi az anyádat akart, most ráfordulsz. Hopp, most izé, figyeld. Most ha kezdi sejteni, hogy én mit akarok csinálni, már jövőd az őrült. Igen, ott vágja, jaj, ez a hülye szerencsétlen. Figyeljetek, meg kéne szivatni, hogy mondjuk én egyik oldalt megyek,
Így. És akkor ugye tudna a jobb oldalamon jönni. Igen, be is áll jobb oldalra. Be is áll jobb oldalra. Jó, igen, van neki hely. Arra gondoltam, hogy így leszorítom, vagy nem tudom. Vagy pedig átmegyünk a bal oldalra. De ne! Nem tudom megfogni ezt a izét, ezt a melóst. Nem tudom megfogni. Gyerekek. Ó, mennyire csodálatos. Mennyire jó, hogy vannak ilyen játékfejlesztők, akik ennyi, ilyen szinten foglalkoznak a géppel. És olyan fizika van, figyeld, úgy rúg a gép, mint az Isten nyila, megyünk fölfele. Mert egy kicsit azért nedvesen tovább szenved vele. És ez meg ad hozzá egy ilyen adalékot. Ilyen nagyon apró dolgok, amikor így épülnek egymásra, hogy van fizika, hogy érzed a traktorok súlyát, hogy ilyen mesterséges intelligencia van, hogy ilyen tök jó grafika van, hogy nem ilyen plastikusak a jármű, és figyeljétek, már megint izé van, megint. Szóval nem tudod megfogni basszus ezt a csávót, nem tudod megfogni. Na figyelj testvérem, most egy, csinálunk egy olyan húzást, hogy ezt learatjuk itt még, jó? Na, indulj meg gyerek, hát nem, le vagy maradni a testvérem. Hát mit gondolsz, gyorsabban, gyorsabban, hú, bazza most, ja nem. Azt hittem, hogy befordulod, de nem, hanem azért, hogy ugye jó fordulókörre tudjon lenni. Emiatt, amiatt csinált egy ilyen, egyfordult először balra. Á, nem gyerekek, itt azért írtam ezt a clickbaites címet, hogy ragadja meg az embereknek a figyelmét, igen. De nem amiatt, hogy nézettséget csinálják a videónak, hanem azért, hogy megmutassam, hogy ilyen van basszus. És meg vagyunk gyerek, látod? Nagyon jól csinálod a dolgodat, és kettő munkás be tudsz állítani, gondolom akkor vár a föld végébe addig, amíg el nem megy az egyik. Gyerekek, ilyen összetett, ilyen tök jó mesterséges intelligencia, nagyon jó. És ugye kombájnozásnál is ugye ezt tudod alkalmazni, hát... Á, nem tudom, várjál, én kiszállok egyet, figyelj, a fejet hajtok, basszus, fejet hajtok a csávó előtt. Oda nézzetek, be van lapulva a sárba a kerék. A pengékhez oda megyünk, mert izé lesz, bazzai, harakiri lesz, gyerekek. Tesó! Főhajtás, és így a készítők előtt is, komolyan. Köszönjük szépen, hogy ilyen is megvalósulhatott. Hogy ilyen tök jó mesterséges intelligencia van. Meg ilyen játék is, ilyen fejlesztők is vannak. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ez most csak ennyi volt, mert ezt meg akartam külön mutatni nektek. Folytatódik a sorozat mindenképpen, tényleg köszi, hogy itt voltatok, és írjatok a kommentet, hogy mit gondoltok erről az egészről, mert egyszerűen nem tudom én. Szinte ilyen feldolgozhatatlan farming szimulátor után, hogy ilyeneket tudnak csinálni egy játékba. Na, köszi szépen, sziasztok!